Szóval ugye a beszélgetésnek az apropója vagy a fő tematikája ugye a csillagok háborúja lesz, viszont kezdjük egy kicsit általánosabb témával. Hogyan kerültetek kapcsolatba a színészettel, kifejezetten a szinkron színészettel, és esetleg van-e olyan kedvenc szerepetek, amire a legszívesebben emlékeztek vissza eddig a karrieretek során? Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát ezt már nagyon sok fórumon elmondtam, szerintem, hogy én a Földesi Margitnál kezdtem a pályafutásomat. Akkor a Margit még nagyon sokat szinkronizált, és egyszer elvitt engem a Pannonia filmstúdióba, ahol rögtön kiválasztottak egy szerepre, és onnantól kezdve én a szinkron stúdiókban ragadtam. Kedvenc? Hát Natalie Portman. Elég ennyi? Igen, persze. Sziasztok! Miért vagyunk ilyen kevesen? Szóljatok mindenkinek, hogy jöjjenek be! Hallgassatok minket, itt vagyunk élőben! Én 8 éves voltam, amikor elkezdtem szinkronizálni a bátyámmal együtt. Anyukám elvitt minket egy ilyen szinkronszínész képzőbe, ahol 250 gyerek közül választottak ki 14-et. Ők kerülhettek be a csoportba, akik elvégezték egy év alatt ezt a szinkronszínész képzőt, és azóta szinkronizálunk mind a ketten a bátyámmal. Kedvenc szerepem úgy igazából nincsen, mindegyikben megtalálom azt, amit szeretni tudok. Inkább azt szokott bántani, hogyha valakinek én vagyok a megszokott hangja, és mégsem nekem mondnak. Sziasztok! Én a Nemzeti Színház stúdiója után kerültem a szinkronizálás világába. És én is inkább, mint a Tüncsi, azok közé csatlakoznék, akiknek úgy nincs kimondott kedvenc szerepe, hanem mindig inkább a következő feladatra koncentrálnak. A következő kérdésemet kifejezetten Tamarához intézném. Ugye a jelenlévők közül, hogyha minden igaz, ha jól emlékszem, te csatlakoztál először a Star Wars világához, hiszen ugye Natalie Portman már a Bajós Ágyúban szerepelt, még ugye Hayden Christensen, akinek Károly adja a hangját, ő csak a Klónok támadásában szerepelt először. Milyen emlékeid vannak erről az időszakról, és esetleg van-e valami kifejezetten a Bajós Árnyakhoz köthető történeted, emléked, amit szívesen megosztanál? Történetet nem oszthatok meg, mert akkor itt mindenkinek meg kell hallnia, ugye ezt szoktuk mondani. Hát az nagyon meghatározó volt, hogy behívtak a castingra, és akkor ugye én nem tudtam, hogy mi lesz, és akkor ott mondták, hogy hát ez a Star Wars lesz majd. És akkor ez így engem hát nagyon feltűzelt, mert én nagyon szerettem hát nem az előző részeket, hanem ugye ezek már az utózmányok voltak. És én akkor találkoztam először a Natalie Portmannel, tehát nekem a Star Wars volt az első, amikor őt szinkronizálhattam. És amikor így visszaírtak, hogy akkor én vagyok, hát az egy ilyen nagyon felemelő érzés volt, nekem nagyon jó volt. Így a forgatással kapcsolatban, ugye én két szerepet vittem, bár a filmben ugye az egyik a Natalie Portman, a másik pedig a Keira Knightley volt, de mégis azt kérte a megrendelő, hogy én szinkronizáljam mind a kettőt. És talán ennek a két karakternek a megformálása, hogy azért mégis hasonlítson, de egy picit legyen más, az így egy elég jó színészi kihívás volt. Igen, ugye, mert a hasonlásának is... Pontosan, igen, tehát volt az Amidala, és volt ugye a Padmé. Ez engem egyébként gyerekként volt, hogy össze is zavart. Amikor ilyen, nem tudom, talán 4-5 éves lehettem, amikor a Bajós Árnyakat először láttam, és nem volt nekem teljesen világos. Tényleg, most jut eszem, hogy 99-ben csináltam. Így van. Szóval ez most hozzátartozik, hogy a kulisszák. Tehát kint, amikor így beszélgettünk, a Tüncsi rögtön így minket a kacsival előre. Lenyugdíjasodott. De most tényleg szembesülni kell vele, hogy... Nem ma volt. A következő kérdésemet ugye időrendben a következő csatlakozóhoz, Károlyhoz intézném. Ugye a Klónok támadásában találkozhatunk először a felnőtt Anakin Skywalkerrel. Ugye azt a feladatot kaptad, ugye elég nagy
cipőket kellett úgymond betöltened, hiszen mégiscsak a fiatal Darth Vadernek a szerepét kellett eljátszani. Hogyan viszonyultál ekkoriban a Star Wars filmekhez, és mit szóltál a Bajós Árnyakhoz, és hogy ennek a folytatásában fogsz szerepelni, mint szinkron? Fú, nem tudom, ez már olyan régen volt, tehát olyan nehéz ezekre így újból felidézni így az emlékeimet. Hát egyrészt örültem nagyon, tehát tudtam azért, hogy mibe kerültem, mibe csöppentem, de nyilván még viszonylag a pályam elején jártam, tehát még egyfelől ijesztett is, hogy azért ez egy elég nagy feladat. És aztán utána így történtek az események, de nem volt bennem olyan értelemben így prekoncepció, hogy hát fogalmunk nem volt. Tehát gyakorlatilag egyrészt ugye olyan titkolózás előzte meg, ugyanúgy, mint ahogy ma is ezt a, hát illetve nem csak ezt a sorozatot, hanem most már nagyon sok sorozatot, gyakorlatilag nem sok mindent lehetett tudni róla előre. Utána meg már beszélni nem nagyon beszélhettünk róla, addig, amíg elő nem került, aztán azóta meg eltelt, nem tudom, 20 év, úgyhogy nehéz most így ezekre visszagondolva most olyan választ adni, amit akkor utána nem mondtunk el, és most új információként így eszembe jut, na hát, nem nagyon jut eszembe, de hát nyilván egy nagyon nagy öröm volt, meg megtiszteltetés ennek a részesen. És így az első kör végén pedig Ilonához fordulnék, aki pedig ugye a 2008-as Klónok háborúja először ugye a mozifilmmel, és utána az animációs sorozattal kerültél be a világba, ugye Ahsoka Tano szinkronhangjaként, aki ugye azóta egy generációnyi rajongó nőtt fel ezzel a karakterrel együtt, és egyebek között én is egyébként, és azóta is egy nagyon kedvelt és sokat szerepeltetett karakter a Star Wars világában. Szinte mindig te adod a szinkron hangját, ugye most a saját sorozata kapcsán volt egy ilyen visszaemlékező szekvenció, ahol egy fiatalkori énjét láthattuk, ahol nem te adtad a hangját, viszont egyébként a felnőttkori énjét is te szinkronizálod. Van-e esetleg neked is valamilyen különösebb érzelmi kapcsolatod ezzel a karakterrel, vagy mit gondolsz róla úgy általánosabban? Van-e ilyen gondolatod vele kapcsolatban, vagy ez is csak egyike a szerepeinek? Hát én nagyon bírtam, meg azt is bírtam, hogy igazából láttam, hogy felnő, hogy változik, és amilyen kis csipkelődés volt az elején, meg minden az ahhoz, utána már így a saját sorozatára már eléggé megkomolyodott. Úgyhogy én nagyon bírtam ezt a karaktert minden tekintetben. Azt is, ahogy egyfolytában beszólogatott mindenkinek, hogy jó is szerep. Testhez álló szerep volt, nem? Azért kevesen tudjátok, tehát a Tücsi azért eléggé szeret úgy tényleg csipkelődnie. Meg úgy őszintén. Ugye a Klónok háborúja animációs sorozatban végül mindhárman szerepeltetek, és hát ugye Tamara és Károly visszatértek a saját karakterükhöz ezúttal animációs formában. Mennyiben más egy animációs sorozatot szinkronizálni, ami ugye főleg az elején inkább a gyerekeket szólította meg a mozifilmekhez képest? Más persze, meg ott az elején, ha jól emlékszem, tehát maga a képi világa is folyamatosan változott. Tehát emlékszel, hogy még nem tudták eldönteni, hogy milyen technológiával rajzolják, volt, amikor csak egészen ilyen skicszerűen voltak a jelenetek, amikre dolgoznunk kellett, utána aztán ez elég profivá alakult, mindenféle ilyen 3D technológiának köszönhetően, animáció, nem tudom, annyira ehhez nem értek. De hát azért szerintem könnyedebb volt, meg ugye a hangulat is, ugye más rendezővel vettük már, más táppal, azért nem volt rajtunk akkora nyomás, mint a filmeknél, szerintem. Igen, tehát azt tudnotok kell, hogy azért egy mozifilmet sokkal több ideig veszünk fel, sokkal több felvétel készül, vagy jobban kidolgozzuk. Itt azért nagyon gördülékenyen ment úgy a munka. Viszont az, hogy kikhez szól, hát szerintem maga a Star Wars, vagy ez az egész univerzum, ez egy tényleg most már egy kortalan valami. Tehát ha azt vesszük, hogy ugye Magyarországon 1977-ben jelent meg, hát azóta mennyi
vagy hány generáció felnőtt ezen, és ismerik azokat a részeket is, meg amik most jelentek meg. Úgyhogy egy kortalan. Van esetleg az általatok játszott karakterrel olyan kedvenc pillanatotok, amit mondjuk kifejezetten élveztetek eljátszani? Ha emlékeztek ilyenre esetleg. Anakinnak például a klónok támadása van, éppen van egy pár emlékezetes sorra. Nem mindegyik volt annyira olyan értelemben úgy a kedvenc, hogy ez ugye egyén függő, hogy kinek melyik a kedvence. Volt egy-kettő szerintem inkább kifejezetten ilyen olyan viccesebb jelenet is, amit aztán utána mondjuk egy kicsit így tréfálkozva idéztek mindig fel. Nem szeretem a homokot. Például, igen, most nem akartam egyébként mondani, hogy igen, pont erről van szó, igen. De nem tudom, én nekem utána nagyon tetszett egyébként az is, amikor csináltunk erre ilyen kis vicces jeleneteket, valahogy az most az frissebb, az jobban megvan. Talán ezek elérhetők még valahol, az internet nem felejt. De megmondom őszintén, én régen láttam a trilógiát, meg nem nagyon, tehát pont azt, amiben érintett voltam, nagyon régen láttam, tehát most nem tudnék így egyet kiemelni. De mondjátok, hogyha nektek van olyan, majd utána megbeszéljük. Hogyha... Nekem talán az, hogy tényleg az én karakterem az, hogy volt egy szenátori léte, és ott milyen hangvételt kellett megütnie, meg amikor elkezdődött a szerelmi vonal, és hogy az egy mennyire ilyen puhább hangvételű volt. De úgy én sem tudnék most olyan jelenetet, vagy azt mondani, hogy hú, az... Most ez egy ilyen kis kulisszatitok, az viszont tök jó volt, és azt láttuk, amikor ugye így harcolnak, és akkor a Green Box előtti felvételekre szinkronizáltunk mi rá. Tehát az ilyen tök érdekes volt látni azt a felvételt, és utána beülve a moziba pedig látni, amikor már megteremtődött maga ez a virtuális világ mögé. Lola, esetleg valami? Hát igazából még az előző kérdésre visszacsatlakozva, nekem az animáció után élő szereplőset csinálni az azért sokkal nehezebb volt. Mert hogy főleg úgy, hogy az animációban sokkal inkább használhattam a saját hangomat, és hogy az élő szereplősnek valójában ennek a színésznek nem én szoktam lenni a hangja, és ugye az eredetinek sokkal mélyebb is a hangja, ezért az számomra nagyobb kihívás volt. De támaszkodtam a szintra rendezőbe. Mondjuk, ha azt teszünk, az enyémnek az eredeti hangja is sokkal mélyebb, tehát engem most pont az Ahsokába lepett meg nagyon, hogy ugye régen találkoztam viszonylag évekkel ezelőtt a Hayden Christensennel munka kapcsán, hogy abból nagyon kis dörmögő dömötör volt ahhoz képest, amire emlékeztem. És egyébként nem kellett, nem volt feltétlenül ez kötelező, hogy akkor ugyanazt a hangvételt hozzuk, hanem inkább a saját. Nem kötelező, csak úgy, ha látod. Tehát, hogy megszoktál valamit. Hogy elvisz egy irányba, és akkor nehéz. És közben meg tudod, hogy Gerda hangját hallod a fülemben egyébként azokat ő. Igen, ez igaz, de hogy ezt most azért mondom, mint egy picit egy másik témát nyitva, hogy ma ugye nagyon elvárják azt, hogy ugyanolyan legyél, mint az eredeti. Ugyanott állj meg. Ugyanott tart szünetet, ugyanúgy nézzen ki az a hang görbe, amint az eredeti. Na most ez... Ezt higgyek szinkronnak, tudod, egyébként. Amikor beszél, de szerintem nem. Amikor nem, akkor te sem. De, nem. A szünetet van, de hiszik. Szerintem, én vitatkozom vele, szerintem nem ezt higgyek szinkronnak. Hogyha én megnézek egy régi filmet, akkor még egy régi szinkront, mert most ez egy elnevezés, ott nekem pont azt tetszik, hogy tud egy mondat szívből jönni egy levegőre, magyar gondolattal, magyar tartalommal. Nem kell, nincs egy olyan kötöttség, ami ezt agyon darabolná azért, mert az eredeti színész makog, vagy folyamatosan megáll, vagy szüneteket tart. Tehát úgymond nem kötöttünk ennyire szigorúan ahhoz, hogy például képen kívül, ugye ez egy ilyen szakmai kifejezés, amikor nem látod, hogy mozog a szája, nem ragaszkodtak ahhoz, hogy akkor képen kívül is ugyanúgy ott állj meg, gahol, lő, megáll, lő. De ez meg már a dramaturgnak a munkája lenne, hogy olyan szöveget írtad, de
megint máshova. Is, de hogy nem is feltétlenül lehet megoldani szerintem ezt mindig, hanem régen hagyták ezt, hogy egy kicsit a színész jobban ki tudott bontakozni szerintem. Jobban érvényesült szerintem egy színésznek a gondolata, mint ma. Talán azt nem kockáztatni. Lesz is majd egyébként olyan kérdés, amire még visszatérhetünk erre a témára egyébként. Viszont az a gondolat merült még fel bennem ennek kapcsán, hogy igen, talán a magyar rajongóknak ilyen szempontból könnyebb dolga van idézőjelesen, hogy ugye például Lászlóka kapcsán végig megmaradt, ugye? Még ugye például a Lázadók sorozatban is ugye ugyanúgy Ashley Eckstein volt az eredeti hangja, mint a Klónok háborújában, viszont itt az Ashokában, illetve már a Mandalóriban is ugye bejött hozzá Joe Dawson, és ott volt egy ilyen váltás, ami nyilvánvalóan akármennyire is igyekszik az eredeti performance-t hozni Rosario Dawson és Ashley Eckstein-hez képest, azért mégsem van olyan. Viszont a magyar önmúknak végig megmaradták, teljesen megvan ez a folytonosság, ami szerintem tök jó vagyunk. Én is nagyon örültem neki, megtartottam. De ez nem volt kérdés. De kérdés volt, hogy megtartottam? Hát én aggódtam, hogy nem fognak, igen. Igen, mivel az Emilia Clarke-ból is nyilván az nem ugyanaz a sorozat, de hogy ott is egy csomó, ahol tudnak, megpróbálnak leváltani, ezért igen, nem volt egyértelmű. Viszont ha már ez szóba került, ezzel kapcsolatban van egy ilyen kérdés a fejemben, hogy ugye az viszont mégiscsak fura volt egy kicsit, amit mondtam is, hogy ugye a fiatal Ashokának a Klónok háborújában te voltál a szinkron hangja, aztán a felnőttnek is te maradtál, viszont amikor az élőszereplő sorozatban visszatért a fiatal Ashoká, ott meg már nem te voltál. Vagy azt lehet tudni esetleg, hogy emögött mi volt a megfontolás? Vagy ez kifejezetten a stúdió kérte, amiatt, hogy ugye másik színésznő is alakította? Ugye a Emilia Greenblatt... A megrendelő kérte, igen. Csak hogy több felé tudják osztani a gázsit, igazán. Ne a Tücsi vigyel az egészet, csak ez. Igen, hogy az eredet is más szereplő volt, és akkor amiatt. Világos. Rá is térhetünk akkor arra a témára, amit részben Károly már felvezetett. Ugye beszéltünk itt arról, hogy milyen nagy titoktartás övezi ezeket a filmeket, és ugye újabban minden ilyen filmet, sorozatot sokkal nagyobb titoktartás övez. Az eredeti színészek is például az eredeti trilógia kapcsán is még úgy nyilatkoztak, hogy az első filmnél még úgy passzolgatták körbe-körbe a forgatókönyvet, hogy vidd el a szomszédoknak, olvass el, az is mondja el a véleményét. Aztán utána már a birodalom visszavágnál nagyon megváltozott ez. Ma viszont már hatványozottan jelen van, nagyon sokszor lehet ugye hallani, hogy egy adott képnél csak a színésznek a száját láthatja a szinkron színész, és a többi hasonló ilyen titkolózások vannak, hogy mióta van ez ilyen szinten jelen, és hogyan változott ez mondjuk azóta, amióta az első szerepeteket csináltátok? Hát, amikor én elkezdtem szinkronizálni, akkor nagyon sok csehszlovák és szovjet filmet csináltunk, akkor nem kellett titkolózni. Akkor inkább ugye azt vadáztuk, hogy van-e valami amerikai, vagy valami más. Nem, de a mozifilmeknél szerintem régebben is azért volt valami ilyesmi. Hát ma meg már, mondjuk ezt köszönhetjük a kollégáinknak, akik folyamatosan csinálják magukról a fotókat a szinkron stúdió belül is, és ezért is lett az, hogy már a szinkron stúdióban nem lehet bevinni telefont, vagy valahol ki is kell hagyni, vagy van ilyen dobos, vagy nem tudom. Visszaéltek vele bizonyos helyeken, és aztán emiatt, de igazából erről mi nehezen tudunk nyilatkozni, mert mi ennek ugyanúgy elszenvedői vagyunk, tehát ez igazából nem amire szortunk, mi csak megszívjuk, hogy igen, úgy kell megcsinálni egy filmet, hogy nem nagyon látunk belőle semmit. No comment, mert ezt tudom mondani. Egyébként meg ugyanúgy vadásszuk az amerikai filmeket ma is, mert rengeteg olyan van, ami hát török, görög, nem tudom én, mexikói, minden. De szerintem nem a szinkron stúdióból, vagy nem a kollégáitól jöttek ki a kalóz felvételek? Én nem tudom, én nem is akarom. Nem, szerintem ez messzire vezet. Tehát nem lehet tudni, hogy itt mi van a háttérben. Olyat kellene megkérdezni, aki ezt így megmondja, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez például minden országban így történik-e. Vagy csak minket büntetnek itt. Legalábbis amit én tudok, hogy más országokban még sokkal szigorúbban vannak.
akkor... Akár Lengyelországban, akár Németországban még sokkal szigorúbb. Már a biztonsági előírások is, ahogy beléphetnek egyébként a stúdióba. Aha. Már onnantól kezdve, úgyhogy még nagyon lazák. Jó, hát akkor nagyon jó nekünk. Köszönöm, hogy megmutattam. És esetleg a stúdiók között van különbség ilyen szempontból, hogy mondjuk a, nem tudom, mondjuk egy Warner meg egy Disney között? Mert azt tudom, hogy a Disney például nagyon haragszik Magyarországra, úgymond olyan szempontból, hogy itt elég erős a kalózkodás, és emiatt például újabban lemezen már nem is jelennek meg náluk a filmek. Tehát például a Star Wars filmeket a szólóval bezárólag, és a, tehát a szólóktól kezdve már nem lehet megkapni DVD-n, nagyon sokaknak hiányos a gyűjteménye emiatt például. És hogy más stúdiókhoz képest lehet esetleg ilyen szigorról beszámolni, vagy mondjuk másképp kezelik ezt a kérdést? Nem tudom, még én... Nem tudom, hát... Mert ugye egy Disney is forgat több helyen. Tehát, hogy... De szerintem az összes streaming szolgáltatónál ugyanilyen szigorú szabályok vannak. Nyilván ott is függ, hogy melyik produkcióhoz. Tehát hogy én például ugye, hogy rendezek is szinkront, nagyon sokfélével találkozom, és ott is vannak a Netflixen belül is még kiemeltebb sorozatok akár, amelyekre még szigorú biztonsági előírások vonatkoznak, vagy kb. Ugyanolyan kópiákat kap belőle, mint egy Csillagok háborújában. Értem. A következő kérdésem ismét inkább egy kicsit Ilonához és Károlyhoz szólna az Ászlókás sorozat kapcsán. Ilyen külföldi Berk videókban sűrűn lehet látni azt, hogy sokszor előfordul, hogy az egy jelenetben szereplő színészek egyszerre veszik fel a jeleneteiket. Nektek volt esetleg erre lehetőségetek, hogy fizikailag is együtt vegyétek fel esetleg egy év után újra ezeket a jeleneteket? Ez már évek óta nincsen. De régesen, tehát amit nem, soha nem, tehát ott mindenkit külön vettek fel. Sőt, hát ugye a Star Wars első részeket, ott a Márkus Tamás a hangmérnök kiment a rencsre, és ott keverte, úgyhogy neki az nagyon nagy élmény volt, mindig mesélte. Igen, én nem tudom, hogy hol láttad ezt, akik együtt szinkronizáltak Ászlókát. Nem tudom elképzelni, szerintem mindenkit külön vesznek már, én legalábbis amiket látok, ilyen verkeket, abban mindenkit külön, nem csak nálunk. Hát ez még azért régebbi, tehát ez még 2000-es évek második fele. Újabban már nem nagyon csinálnak ilyen felvételeket, de kifejezetten a Klónok háborújánál például vannak ilyen. Ja, most sem voltam beállítom, az is már külön. Nem, mindent külön. Igen, mindent külön. Értem, ez is érdekes egyébként, tehát hogy ez is egy új információ volt például számomra, mert még nem igazán láttam eddig ebbe bele, hogy ez hogy működik gyakorlatban. Tamarához lenne még mindenféleképpen egy kérdésem. Ugye te még itt a nagy visszatérők sorából még eddig kimaradtál, ugye Pátmé vagy Natalie Portman. Hát ki is fogok maradni. Tehát ugye valószínű, hogy élő szereplős formában mostanában nem hiszem, hogy vissza fogják hozni ugye Pátmét. Viszont animációban akár előfordulhat. Ugye most fut például a Jedi Históriák című sorozat, ami lehetőséget teremt arra, ugye ez is az előzmény trilógia korszakában játszódik, hogy akár feltűnhessen benne Padmé, akár csak egy ilyen cameo szerepben. Ha erre lehetőségre ne elvállalnád újra az új szerepét? Hát persze, természetesen. Nagyon remélem, hogy engem kérnének felre. Amikor az első részt csináltuk, akkor a szerződésben volt is egy ilyen pont, hogyha a szereplő megjelenik még egyszer, akkor úgy vállalom-e tovább. De hát nem tudom, hogy szegényt visszahozzánk-e. Jó lenne. Lehet petíciót írni, itt vagyunk elég sokan, és akkor... Mostanában épp elég sok ilyen rajongói teóriát olvastam egyébként, hogy Natalie Portman milyen formában mutatnak még fel. Én sem annyira szeretem az ilyen jellegű dolgokat, viszont ha a halála előtti idővonalon valamilyen történetben bukkanna fel, az lehetőséget teremtene akár erre. Hát lehet, de szerintem őt kimerítették ebben a három részben. Megállítja őt a Marvel. Picit visszakérdezhetek? Egyébként ez érdekel ez a dolog, hogy egyébként van rá hatása, úgymond a rajongóknak, mondjuk egy filmstúdióra egy sorozat kapcsán? Volt már erre példa, hogy... Hát ez inkább szerintem nem feltétlenül úgy van, hogy a rajongók azt mondják, hogy ezt szeretnék, és akkor ezt csinálják, hanem inkább mint egy ilyen jelenségként van
jelen. Nekem úgy tűnik nagyon sokszor, hogy azt szerint alakítják a filmeket, sorozatokat, hogy milyen a rajongói közhangulat, úgymond. Tehát például, amikor az új filmeket elkezdték megcsinálni, akkor ugye az volt a rajongói közhangulat, hogy főleg, ugye, itt már több generációnyi rajongóról beszélhetünk. Itt van például az én generációm, akik az előzmény trilógián és a Klónok háborúján nevelkedtünk fel. Mi nekünk mindig is természetes volt, hogy ezek a filmek is a részei ennek a világnak. Ugyanannyira szeretjük, ha nem jobban, mint az eredeti filmeket. Viszont ugye ott vannak azok a legrégebbi rajongók, akik pedig még annak idején mindig ezt szoktam felhozni, hogy aki 1980-ban a Tápió Széchenyi Művelődési Központ szakadt mozivásznál látta először az új reményt, ami akkor még Csillagok háborúja volt, annak valószínűleg soha semmi nem fogja még egyszer átadni ugyanazt az élményt, mint amit akkor átélt. És ugye ez a réteg kicsit kritikusabb volt az előzmény trilógia filmjei felé. És ugye az én generációmnak viszont még akkor nem volt akkora hangja például az interneten, mint ezeknek a rajongóknak, és ezért az új trilógiának a filmjeit egy kicsit inkább olyan irányba alakították, hogy inkább az eredeti trilógiának a hangulatát idézze meg. Viszont addigra pedig már épp elég idősek lettünk mi, akik az előzmény trilógián nevelkedtünk fel, hogy efelől is kifejezzük nem tetszésünket, és akkor pedig elkezdtek hirtelen visszakanyarodni az előzmény trilógia történetei felé is, és így jelenhetett meg ugye a Klónok háborújának a befejező évada először, amiben szintén visszatérhettetek, aztán ugye a Mandalóri is behozta Ahsókát, aztán Ahsóka saját sorozatot is kapott, most már ott tartunk, hogy lassan nincsen olyan film vagy sorozat, amiben ne tűnne fel a 66-os parancs valamilyen formában, úgyhogy van ráhatása a rajongóknak, csak nem feltétlenül olyan közvetlen módon, hanem inkább ilyen, mint hogyha így néha így megszondáznák, hogy na most mit szeretnének látni, és akkor nagyjából azt szerint kezdik el alakítani a dolgokat. Legalábbis nekem így tűnik az elmúlt pár évből. Szuper, és nekünk van amúgy ráhatásunk arra, hogy ti mondjuk szinkronnal vagy felirattal néztek meg inkább egy filmet? Szinkron. Szinkron inkább? Mondjuk ki az, aki inkább a szinkronra szavaz, és ki az, a... De minden esetben, tényleg? Ez nagyon hízelgő, meg jól esik, tényleg. Válogatott csapat. Csak azt engedték be ide. De minden esetre köszönjük, hát igyekszünk tényleg megfelelni ennek az elvárásnak. Azt hiszem, hogy ez maximálisan átjön az összes produkcióból, az elmúlt évekből, származókból is mindenképpen. Igazából én ennyi kérdéssel készültem, úgyhogy átadnám egy kicsit lehetőséget a közönségnek is, hogy nyugodtan tegyetek fel kérdéseket. Nem tudom, van valakinek valami kérdése? Hát, ott egy szakállásról. Fiatal ember. Én azt szeretném kérdezni, hogy milyen személyes vonal köti önöket a számhoz. Milyen személyes vonal? Milyen személyes vonal? Mi a véleményük az egész? Mi a véleményük a Star Wars? Mert ez két kérdés, tehát hogy melyiket válaszoljuk meg inkább? Ugye egyben? Összefűzve. Jó. Hát nekem gyerekkoromban meghatározó volt a Star Wars, tehát én nagyon örültem, hogy ez így folytatódik. És akkor egy kicsit visszacsatolok, hogy igen, nekünk az a érzés, utána bajóságnak, hát ez egy kicsit olyan gyerekes, kicsit olyan, meg oké, szuper a technika, meg minden. De mégis az, hogy ez az univerzum így folytatódott, és hogy hova vitte el ezt az egészet, az szerintem fantasztikus dolog. És akkor... mit lehet még erről? Nekem így gondolom. Ennyit? Ennyit, figyelj! Szerintem... A Tomi bármikor nyilatkozik erről, tehát rá van írva egyből, tudod. Rögtön lehet látni, hogy ő neki mi a véleménye erről, tehát neked tudjuk. Nekem gyerekként nem volt annyira ez egy ilyen meghatározó dolog, mert nem volt nagyon lehetőségem például nekem gyerekként moziba járni, úgyhogy még akkor ezek a másolt videókazetták mentek, és akkor úgy nyilván találkoztam ezzel, meg hát döbbenet volt, hogy úristen, hát ez hogyan hát ott az űrben, meg a... Tehát tényleg maga a képi világa az lenyűgöző volt, de ennyi, és utána nekem volt egy ilyen nagy vágás, és akkor amikor 20 évesen belecsöppentem ebbe, akkor újra elkapott ez a láz, de úgy a kettő között nem volt olyan, hogy én nagyon Star Wars-osnak gondoltam volna magamat.
Nekem meg ugye négy bátyám van, úgyhogy ők magukkal rántottak engem már az elejétől a kezdve, és amikor belekerültem így klón borszal ebbe az egészbe, azért az elég menő volt. Úgyhogy most meg próbálom így a kisfiamnak is átadni ezt a rajongást. Úgyhogy én bírom nagyon. Más kérdés valaki? Na, várva átosszatok. Kezdjük itt a szélén akkor. Igen, de ugyanúgy ellenpéldát is fel lehet azért erre hozni, mert ott van például a Witcher sorozat, ami egy elég sikeres könyv és videójáték sorozaton alapul, és ott annak a második évadánál már szinte teljesen eltértek az eredeti alapműtől, amit mindenki kritizált, és mégis megtartották ugyanazt a vonalat a harmadik évadra is, tehát... További kérdés? Nagyon sokan vagyunk, nagyon szuper. Akkor ott menjünk sorba a következő úriember. Köszönjük, tényleg! Igen, ez jó. A saját hangodtól annyira menni, hogy... Na, mennyire jelentéktelen a hangom, hogy... Nem, hanem hogy annyira színes vagy, pont hogy ezt akarom mondani. Hát ha hívsz. Nekem sem ismerik fel a hangomat, inkább a nevem után kérdezzek rá, és azt szeretem, amikor így mondják, hogy van egy ilyen színésznő, hogy Zsigmond Tamara. De nekem volt egy sztori még a rémrendes család kapcsán, bár folyamatosan ismétlik, úgyhogy azon is egy jó pár generáció felnőtt. Jöttem a Balatonról, talán pont szinkronizálni mentem, és hát kicsit gyorsan mentem, és megállított a rendőr. Papírok, minden, és mit csinál? Hát mondom, szinkronizálok. És kit? És akkor mondtam, hogy hát rémrendes család. Menjen! És azt is mentem. Egyébként tudom, hogy ezzel kapcsolatban, amit te mondtál, hogy nyugtassak meg, én biztos, hogy felismerném a hangodat. Nem is csak a szóka miatt, most legutóbb a párom a CSI-t nézte újra, úgyhogy napokon keresztül több részt is, úgyhogy szerintem álmomban is a te hangodat hallottam pár héten keresztül. És ez jó? Én benne leszek, te nem leszel. Miért? Csak nehogy olyat kapja, ami esetleg tudod, kötelező lenne kihívni mondjuk őt meg engem. Jó. Következő kérdés, ott középen a szürke pulóverben. Ugye mondtátok, hogy külön szinkronizáltok mindig, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk két karakter egyszerre beszél, akkor is külön a szövegek, vagy akkor tényleg együtt vagyok? Mindig külön, mindig. Mindig, tehát ez igazából csak vágásbeli technikai dolog, hogy egymás alá felé a sávokat úgy adják. Igen.
tudom, ez nektek egy kicsit csalóka, vagy hogy mondjam, ilyen csalódást okozhat, hogy azt gondoljátok, hogy mi tényleg ott vagyunk együtt. Régen tényleg ott voltunk együtt minden filmben, kivéve a mozifilm. Viszont igen, kivéve a mozifilmeket. Tehát a mozifilmeket tényleg 20 évre visszamenőleg mindig külön rögzítették. Itt egy kicsit közelebb a másik kisfiú. És annyira irigykedem, mert ugye most azért egy-két olyan fotó fölkerült, Györgyi Anna találkozott a Zsvérdinossal, vagy Will Smith, a Csankó most a Bobival. Nagyon szeretném. Az a jó válasz, hogy még annyira fiatalok vagyunk, majd egyszer megérünk mi is azt, hogy találkozunk velük. De még nem adatott, meg még annyira fiatalok vagyunk. Jó. Jó? Ez a válasz. Menjünk tovább, akkor ott baseball sapkában az úr elemá. Kicsit két kérdés lenne, ami hozzád is, illetve a többiekhez is szólna, hogyha esetleg lenne egy Dark Raven film, akkor, és abból a karakterek közül valamelyiket elvállalnátok? Nem tudom, szerintem ti nem ismeritek a magát a karaktert, akit említettem. Egy Star Wars karakter ő is. Hozzátok az lenne a kérdés, hogy egy másik Star Wars karaktert, nem a Tamakint, nem a Padmét, azt elvállalnátok-e? Illetve, hogy Rickson szerint kinek a hangja, melyik ezt irányít most, inkább a Bastilla Sean-ra, meg a Rebel-re mondod. Szerintem nem hívnának ki minket más karakterre. Nem úgy... Olyan szempontból jó a kérdés, hogy régen volt ilyen, hogy valaki volt több mindenkinek, de az inkább ilyen, szerintem ilyen hiba miatt volt, hogy valamit elrontottak. Tehát, hogy nem figyeltek annyira. Hát most már azért figyelnek. Most meg annyira figyelnek, hogy kizárt, hogy olyan más karakternek lehetnék a hangja. Ott az úrember. Hát... Igen, én nem válaszoltam, de igazából ezután a válasz után én sejtettem egyébként, hogy ez lesz a válasz egyébként, úgyhogy nem is tudnám feltétlenül megmondani, meg ugye annyiszor végigjátszottam a videójátékot, amiről szó van egyébként, hogy annyira azok a hangok vannak benne a fejemben, hogy nem is tudnám megmondani, hogy ki illene melyik karakter az őszintén szóval. Meg ugye a főszereplőnek, Evannek, aki ugye a játékosnak a karaktere, neki nincs is hangja a játékon, mert csak feliratok vannak, tehát így elég nehéz lenne ezt így láthatatlanban megrendelni. Szóval a következő kérdés? A rajongói nyomásra reagálva, illetve a szinkronnal kapcsolatba hozva, ugye például a nagy riválisnál a Star Trek-nél volt egy olyan eset a Voyager 7. évadjában, hogy azt a rajongói nyomásra az egész évadot volna szinkron. Tényleg? Igen, ez igaz, ezt meg tudjuk erősíteni, ez tényleg így volt. Nekem volt ilyen rossz élményem, igazából egy... De most ezt nem akarom megosztani. Volt egy olyan, hogy megcsináltunk egy film, pont egy Hayden Christensen-es filmet megcsináltunk. Mozifilm volt ráadásul, akkor nem konkretizálok. Majd utána egy pár hónapra rá, gondolom nem vették meg, és egy másik stúdió azt gondolta, hogy újra forgatja azt. És kihívtak abba a filmbe egy másik szerepre. És így álltam, és nem értettem, és mondom, hogy figyelj, ne haragudjatok, én ezt nem fogom megcsinálni. Hát, hogy, és nézzétek meg, hogy miért. És ez igazából, tehát ez egy azért szomorú sztori, mert nekik ez kutya kötelességük lett volna, hogy megnézik, hogy ki az az illető színész, mondjuk ki szokta szinkronizálni, mondjuk az én esetemben Hayden Christensen majdhogy nem 10-ből, vagy 20-ból, 19-szer én, mindegy. Illetve hát látnia kellett volna az illetőnek, hogy ezt egy hónappal ezelőtt már egyébként moziba megcsináltuk. De mindenki újra volt benne osztva, nem csak én, tehát ez legyen ez a mentség. Itt az első soron. Én soha nem mertem visszahallgatni, hogy tippa vissza... Ja, nem, ja, nem. Nem tudom, az elején biztos nekem is furcsa volt így, de nem.
van, amikor a telefonban, emlékszel, régen volt én, hogy a telefonban volt valami hálózati hiba, és pont amit mondtál, azt visszaadta a füledbe. És nem, gondolataidat nem hallottad, meg nem tudtál elmondani két mondatot egybe. Nem volt veletek ilyen? Bocsánat, akkor csak nálam volt vidéken. Arra már nem emlékszem, hogy milyen volt, de én a mai napig mindig minden munkámat visszahallgatom, hogy tanuljak belőle. De most, ami még szuper élmény számomra, hogy a kisfiam, hogy minden alkalommal felismeri a hangomat. És ha bármi olyan van, például a Wednesday sorozatban, ugye én voltam a gonosz, és akkor fel kell hívnom a Wednesday-nek a magyar hangját, miután megnézte a kisfiam az egész sorozatot, hogy elnézést kérjek tőle, amiért a egész sorozatban sanyargattam és gonosz voltam vele. Az mondjuk nem számít, hogy ugye én elhaláloztam a végén, mert a Wednesday megvajt, az nem volt tényleg. Igen, úgyhogy nekem fel kell hívnom a Staub Vikit, és elnézést kérjük tőle. És megbocsátva? Igen. Még egy utolsó kérdés. Még egy utolsó kérdésre lehet esetleg időnk. Mondjuk itt az úriember. Igen. Nekem inkább egy kérésre mondanom a poén kedvéért, nem tudnátok esetleg valamit idézni valami Star Wars-os filmhez. Csak pénzért. Én nem vagyok ennyire anyagias, de hogy egyébként inkább ilyen technikai problémáim vannak ezzel, hogy nem jut eszembe pont ugyanúgy az a mondat, ami nektek tudom, hogy álmotokból felébresztenek, akkor is eszetekbe jut, tehát például ilyen problémák, pontosan az a hangvétel, pontosan az a helyzet, tehát hogy az ember ennél próbál, tudom, ez egy kicsit ilyen szőrözés, de hogy ilyen maximalistább lenni, hogy akkor az jó legyen. Tehát egyébként, hogyha ilyen van, én csináltam ilyet, például barátoknak, hogy otthon vettem fel szülinapra, meg egyebekre mondjuk köszöntőt, olyan hangon, amit kértem. Ez különben annyira furcsa, amikor így kérik tőlünk azt, hogy beszélj úgy, mint a... Nem tudok úgy beszélni, nekem ahhoz látnom kell a karaktert, vagy nem tudom, ti hogy vagytok vele, de meg amikor így kérdezik, hogy de hogy születik meg az a hang az adott figurához, vagy az adott filmhez. És például itt van a Natalie Portman, akit már rengetegszer szinkronizáltam, de mégis úgy érzem, hogy minden filmben van valami kicsit más a hangomban, mert ő egy nagyon jó színésznő, és nagyon jó karaktereket tud csinálni, és akkor az már így visz magával, de ahhoz nekem látnom kell a figurát, hogy így az jöjjön belőlem, és akkor itt jön még be egy olyan kulisszatitok, amikor mondjuk kiosztanak egy nálam sokkal idősebb vagy tehetett nőre, és akkor így próbál az ember úgy beszélni. Az viszont meg már kellemetlen, tehát amikor ennyire más karaktert kell megcsinálnod. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok, benneteket pedig akkor várunk az előtérben.